Gyakran látom az autókon a hal jelképet, ezt a stilizált hal formát, amivel az autós azt akarja közölni az autós társaival, hogy ő egy keresztény ember. Még annak idején a teológiai tanulmányaink során ennek a hal jelképnek az értelmét elmagyarázták a tanáraink, hogy még a Római Birodalom idején az első keresztények egy titkos jelben akarták tudatni a társukkal, hogy ők Krisztus hívei, ők keresztények, és görögül a hal szó 5 betűből áll, ez az iktüsz. Jézus Krisztus teő hűoszótér, ami annyit jelent, Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Ez a mi hitünknek a lényege, hogy Jézus Krisztus személyében hisszük, hogy a minden teremtő Isten megmutatta magát nekünk embereknek. De felmerül újra és újra bennünk a kérdés, hogy értjük-e, hogy mit jelent ez a szó, mit jelent kereszténynek lenni. János apostol első levelében van egy mondat, amin sokszor elgondolkoztam, ami szó szerint ezt írja, hogy ha azt mondjuk, hogy mi benne élünk, akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy úgy is akarunk élni, úgy is akarunk járni ebben a világban, ahogy ő élt. Vagyis a Krisztiános, az eredeti görög szó, a krisztusi ember Jézus életét akarja megjeleníteni, az ő gondolatai, magatartása, életpéldája szerint akar élni. És újra visszatérünk ahhoz a fogalomhoz, amit Máté evangéliumában vagy Lukácsnál a hegyi beszédnek nevezünk, ahol Jézus az ő életfilozófiáját közli velünk, aminek a lényege a sorsközösségvállalás a másik emberrel, elsősorban a szenvedő, beteg, kiszolgáltatott, reménytelen sorsú, hátrányos helyzetben élő ember sorsával. Hogy segítsünk rajta, hogy érezze ő is azt, hogy nincs egyedül, hogy van társa, van testvére. Próbáljuk újra és újra tanulni ezt a Jézus életformát. És nagy a kísértésünk, hogy használjuk a keresztény jelzőt, de közben már elfelejtjük, hogy a lényeg ez, hogy hogyan gondolkozunk, hogy van-e önzetlen jóság, nagy lelkűség segíteni kész lelkület bennünk. Sokszor elszomorodom, amikor azt tapasztalom, hogy még mi papok, püspökök, és túlságosan hangsúlyosnak tartjuk az épületeinket, a templomainkat, a külső ünnepeinket, és talán kevés szó esik erről a hétköznapi, mindennapos magatartásról, az önzetlenségről, a segítségnyújtásról, az irgalomról. Ferenc pápára szoktam hivatkozni, aki éppen ebben akar segíteni bennünket, rádöbbenteni, meghökkenteni bennünket, elkényelmeskedett európai embereket, akik magunkat kereszténynek nevezzük, hogy térjünk vissza az eredeti forráshoz, térjünk vissza a jézusi magatartáshoz. És itt ma, a mai magyar társadalmunkban vegyük észre a hajléktalanokat, a fogyatékosokat, a cigány testvéreket, a bajba jutott, eladósodott családokat, a lakásgondokkal vagy kilakoltatással küszködő családokat, és mutassuk meg, hogy nincsenek egyedül. Hát erre hívok újra és újra mindenkit, hogy mutassuk meg, hogy mi keresztények vagyunk. Ne csak az autó szélvédőjén,
hanem a mindennapi magatartásunkban.